leülnél. Jó reggelt, jó reggelt. Minden ötjel, nem? Tebló. Jó reggelt, Rezső, hogy vagy? Jó. Jó reggelt. Jó reggelt, Highland. Eredetileg én Amerikából származom, egy német-francia családból, végül amerikaiak, egy jó keverék, és 13 éve vagyok most. Magyarországon próbálkozok javítani a nyelvezetemben, azért még mindig konyolult. Én vagyok minden reggel a kapunál, mintha Isten neke helyette. Mint a kapu, amin keresztül mennek, mint a Bibliában ki van írva, hogy Jézus azt mondta, én vagyok a kapu. Mint pap számomra fontos Istennek a jelképe lenni. És amikor a gyerekek elkezdnek, hogy érezzék, hogy nem érkeznek egy intézménybe, de elkezdnek egy otthonba. Ebben az iskolában a lényeg, hogy egyre közelebb kerüljön Istenhez, és ha az valaki nem hívő, vagy annyira nem erős a hitében, legalább tudok motiválni őket jó irányba, hogy akarjanak valamit tenni a másokért, a testvéreikért. Hisszük a Szent Háromságban rejlő titkot, kit a bölcsek láng eze fel nem fog, ki önmagában mindent megbékít, mit a bűn és az élet egymásnak feszít. Pannonhalmára jártam gimnáziumba, és nehezen ment a fizika. Nehezen értettem meg a dolgokat. És kezdtem belőle rosszul állni, így valahogy meg kellett tanulnom. És elég komoly erőfeszítések árán ez sikerült. És utána megértettem, hogy hogy kell a fizikában gondolkodni, és voltak olyan osztálytársaim, akik még ezen lépés előtt álltak. És tartottam nekik órákat a második stúdium alatt, és azt éreztem, hogy ez egy jó dolog. Szeretem ezt csinálni, és mivel nehezen értettem meg, jól el tudtam magyarázni. Ismertem azokat a pontokat, amelyekre fel kell hívni a figyelmet. Így lettem tanár. Az otthoni légkör is olyan volt, hogy tanított és nevelt, és aztán Regnum Marianum közössége, ahol felnőttem, az is ilyen volt. És itt valójában, ahogy az idő múlt, én magam is vezetővé váltam, és természetes volt számomra az, hogy olyan emberek vesznek körül, akiket szeretnék a jó és az igaz felé vezetni, és ezt folytattam később az iskolában is. Egy iskolában nagyon sok eszköz van arra, hogy befolyásoljuk a környezetet, amelyikben élünk, és ki tudunk alakítani olyan világot, egy belső világot, ami olyan, mint amilyennek a Úr Jézus elgondol egy iskolát, legalábbis közelíteni tudunk ehhez. És ezt meg tudjuk csinálni, és amikor ez a légkör ez összeáll, akkor onnantól ez egy jó iskola, jó ott lenni. És a gyerekek azok anélkül, hogy külön izzadságszóban nevelnénk őket, nevelődnek ebben a légkörben, ami ebből fakad. A kegyelem túláradt, s a szívemben hit támadt. Papám lett az Isten, s én a lelke által gyermek. Nekem az élet Krisztus, s a halál nyereség. Jézus, én benned élek, mindörökkön örökké. Jóisten mindenkit, amikor megteremtett, valamilyen talentumot adott neki. Tehát van, aki jó tanuló, van, aki rossz tanuló, van, aki ebben jó, abban jó, amabban jó. De nincsen olyan ember, aki semmiben ne lenne tehetséges. És én tanárként azt tartom az egyik fő feladatomnak, hogy ezt a tehetséget, akár mennyire el van ásva abban a gyerekben, azt én megtaláljam. Mert időnként olyan sündisznók tudnak lenni, hogy tényleg így nem látja elsőre az ember, mert van, ami szembe ötlik, és van, ami nem. De ha nem ötlik szembe, nekem azt akkor is meg kell találni. A felszínre kell hozni, a gyerekkelnek meg kell mutatni, hogy figyelj, ez a te tehetséged, te ebben vagy jó. És ez nem mindig egy tanulmányi dolog, tehát ez lehet egy közösségi, lehet egy emberi talentum. És ez nagyon fontos feladatunk, hogy a gyereket ezzel megismertessük. Egy iskolának az a célja,
hogy a szülői értékrendet, amit otthon kap, azt megerősítse itt az iskolában. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha azt a keresztény értékrendet képviselni itt ez az iskola, tanárainkon és az többi idejáró gyereken keresztül is, amit otthon hall a gyerek, és akkor ez a kettő együttműködik, tehát a szülő és az iskola, illetve hát a család és az iskola együttműködik a gyerek nevelése érdekében. Jó kapcsolatban vagyok a diákokkal, hogy ők szeretnek engem, én érzem a szeretetüket, érzem a bizalmukat, és ugyanígy állok én is hozzájuk. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan egyéniség vagyok, vagy tudok lenni, hogy igyekszem mindig rájuk figyelni, és ők ezt megérzik és meghálálják. Én ezért is érzem magam a helyemen pedagógusként. Sötét fent az ég, fény sehol sem ég, az arcomra álmos kötszitár. Süket, sűrű csönd, némaság köszönt, és senki nincs, ki fénylő jelet gyújtson az éjszakán. Azért szeretek ide járni, mert nagyon kedves az angoltán, és nagyon jókat is tanulunk, meg az egész tanársereg, és a kedvenc tanárom az osztályfőnök, de még nagyon sok barátom is lett itt, és nagyon jó fejek. Én a két anyanyelvű részébe járok az iskolának, és én azért igazából ezért jöttem ide, mert szerettem volna nyelvet tanulni, hogy jól megtanuljak angolul, és ez a része is nagyon tetszik benne, és ugye a másik része az is a sulinak, az pedig a hagyományos, ahol most az informatikát kezdik el igazából a központba helyezni. Az angol tanáraim azok jók, mert van igazából egy anyanyelvi tanárom, akivel tanuljuk a kiejtést, meg az ilyeneket, és a másik pedig, aki a nyelvtanterem, és mindkettő jó tanár. Bognár, can you read the instructions, please? Egy olyan hangulat van az iskolában, ami szerintem, hogyha valaki ide kerül, akkor az megfogja, és egyszerűen nem tudja rosszul érezni magát, mert mindenhol ugye vannak a jobb diákok, a rosszabb diákok, és hogyha valaki esetleg nem ilyen agytrözd gyerek, az is egyszerűen jól érzi magát a közösségben, mert elfogadják őt, és szeretik, és meg lesznek a barátai. Jöjjél hát, Istenem, lobbancs lángot az éjjelen.